ha Erdély emblematikus hegyei kerülnek szóba, akkor még a laikusoknak is elsőre kettő biztos beugrik, a Hargita és a Székelykő. Nos, mi ma ez utóbbit fogjuk górcső alá venni, és természetesen a környék látnivalói sem maradhatnak ki. Mindjárt indulunk. Akik látták a tegnapi filmet, azoknak nagy meglepetés nem okoz, hogy hol vagyunk. A Tordai hasadék déli bejáratánál töltöttünk el most immáron már két éjszakát. Jól látszik, hogy az égvilágon senki nincs itt rajtunk kívül. A hely rendkívül fasza volt, viszont rohadt hideg. A kutyák egész éjszaka itt nyitottak. Mivel rajtunk kívül nincs itt az égvilágon senki, ezért jobb hiány itt a sátor körül gyülekeztek, és mikor a többi ott elkezdett ugatni, akkor rázendítettek. És ment a koncert. Vagy jó fél órán keresztül. És ez ismétlődött. Még vagy tízszer az éjszaka. Megvan az a székely vicc, mikor a kutya nyalogatja a tökét. A fiú kérdezi az apját, hogy édesapám, meg tudná ezt csinálni? Biztos, hogy meg. Csak valószínűleg megharapna a kutya. Magánéleti válságban vagyok. A múlt héten szakítottam. Egy szeletet a budipapírból, és már nem a régi. A három rétegű budipapírból egy réteget már kispóroltak. Hát ezt a megrázkódtatást nehezen tudom kiheverni. Megyek is, visszafekszem. Az előbb idejött egy fickó, egy nagy serif kalapja volt, ómárként bemutatkozott, majd kereste a pórázát. Hogy állítólag itt hagyta tegnap, és már ma reggelre meg ellopták. Mondjuk ez csak azért felettébb érdekes, mert rajtunk kívül senki nincs itt, és mi tegnap az összes cuccunkat itt hagytuk a sátorba. Hát, ezek szerint akkor mégiscsak vannak itten furcsa dolgok. Vagy ahogy Laci mondta az előbb, lehet, hogy csak mázlink volt. A kutyák azért megcsinálták a kárt. Addig tépkedték itt a sátornak az oldalát, míg szétszakadt a kötél. Direkt hajnalban keltünk, pakoljuk a sátrat, és már húzunk is. 2017. szeptember 28-a van. 4:49 múlt, egészen jól időben vagyunk. Bődületesen hideg van. A célpont kb. 20 kilométerre van, ami nagyjából délután. A nap vágyottan kandikál. Hát igen. Lassan már október van. Lent az aranyos völgye még köt fátyolba burkolózik, de összességében nem indul rosszul a nap időjárás fronton. Mondom a túra résztvevőit, azoknak, akik most kapcsolódnak be. Obrakó, Miskolc, jelen. És most úgy döntöttem, hogy úrizálok, úgyhogy sofőrt is hoztam magammal, aki nem más, mint Bihargó, hajdúszoboszlói lakos. De se csak figyelni, hogy honnan jönnek le? Itt azért vannak még állatok. Ez nem Magyarország.
3 fok van. És perceken belül érkezünk a helyszínre. Tolockón vagyunk. Kérdések következnek. Hogy kerültek ide a székelyek? Mikor ez nem székelyföld? Mit jelent az, hogy fekvőóriás? Vagy mi az, hogy kétszer kell fel a nap? Mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk, hogyha velük tartanak. Na, akkor rögtön az egyik kérdésre választ is adunk. Úgyis akkora mázlink van, hogy az, hogy kétszer kell fel a nap, amit ugye Jóka is annak idején megírt, azt meg tudjuk most mutatni. Nagyon ritka ez a jelenség, ugyanis csak bizonyos napállásokban van rá lehetőség. Nem mondom, hogy direkt belőttük, 9 óra van. Laci szerint most kell fel először, és aztán utána beleakad majd abba az ívbe, és utána ott újra fel kell. Próbálok jobb pozícióba eszkedni, mert nem igazán látszik, hogy villanyoszlop fakit akar. Na, talán most jól lehet látni. Szemben van ez a székelykőnek nevezett sziklaóriás, és középen van ez az árok. Különben majd ott fogunk felmenni, ez egy kicsit előre már spoilerezek. Így van kele. Nyári időszakban különben én szerintem ott is bekukucskál, utána ez a baloldali szikla ez betakarja, és utána ezen az árkon újra kikukucskál. Utána megint eltűnik. Tehát kétszer kell fel a nap, gondolom először itt, aztán utána ott, vagy pedig, mikor egy kicsit alacsonyabb a napnak a pályája, ugye már ilyenkor ősszel, akkor pedig először ott, aztán pedig majd ott. És jól lehet látni, hogy most már lassan tűnik el, úgyhogy megint jön az árnyék. Nem telt el 3 perc, és el is tűnt. Nem tudom, tudod-e, hogy a gyilkostónál ugyanez megvan a holdon. Tehát, igen, hogy a hold kétszer jön fel, és a gyilkostó takarja ki. Egyébként tényleg így van, csak ez nem annyira ismert. A falu főterén vagyunk, és ebben a másodpercben a reggelihez már el is készültünk. Amit itt látunk, ez a piactér, az autentikus házakkal, ezekről még majd szó lesz. Az emblematikus központi részen pedig a Vajorkút helyezkedik el, amit a helyek úgy is hívnak, hogy a fajunk csurgója. Érdekessége, hogy itt nincs forrás. Ez a víz, ami itt folyik, ez a itt található Tilalmas nevezetű hegy tövéből jön, egy 400 éves vezetéken. Még mindig működik. Egyébként a kútszerkezetnek van ám funkciója. Ez a rész, amit itt látunk, illetve ott az elején a gyurgó rész, a felső rész, azt az emberek ivásra használták. Itt a középső medencében az állatok ittak, és a leges legvégén pedig mosni szoktak, különben még manapság is. A 600 lakosú falu majdnem színmagyar. Szokták mondani, hogy sziget a nagy román tengerbe, ehhez képest felettébb érdekes az a román zászló ott a házon. Na most tessenek figyelni, újra följött a nap, immár másodszor. És nagyon reménykedünk benne, hogy most már fönt is marad, mert rohadt hideg van. Akkor gyorsan egy körbefordulás a téren, mi az, ami így elsőre látszik? Az, hogy ezek a házak mindegy formák. Ez azért van, mert ezek a házak mindegyszerre épültek. 1870-ben ugyanis volt egy tűzvész, amikor a falu belső régiója teljesen leégett, akkor faházak voltak itt. És akkor úgy döntöttek, hogy kőházakat építenek, és minden házat egyszerre csináltak, ugyanabban a stílusban. Mindegyik jellegzetessége a díszítés, a festés, az egyforma stukkók. Ami jól látszik még, hogy egy színűek, zöldek az ablakkeretek az összes házon. Ennek is történelmi oka van, egy emlék, 1704-ben felhúztak itt a főtéren 2 diákot, akkor volt a diáklázadás Nagyegyeden, mégpedig az osztrákok, és ennek emlékére, ennek tiszteletére ilyen színűek ezek. A házak jellegzetessége volt valamikor, most már viszont úgy látom, hogy ez nem teljesen van így, hogy nincs, nem volt rajtuk kémény, hanem füstjük. Mindegyik ház belül is jellegzetes, hosszú, 2-3 szobából álló verandás házszerkezet, és rámerőlegesen pedig vannak a gazdasági épületek, és ez minden egyes háznál így van. És bár a házak látszólag tök egyformák, de mégse. Nem tudom, látja valaki a különbséget. Ha nem, akkor megmutatom. Pince? Nincs pince.
Ugyanis a gazdagok, a tehetősebbek, akiknek volt földjük, volt jobban volt pénzük, azok csináltattak maguknak pincét. A falu büszkesége az unitárius előttemplom, ami 1784-ben leégett, azóta viszont egész szépen kirittyentették. Mondjuk ugyanez a főutcáról nem mondható el, szakadt makadám, ami nem javítja különösebben az összképet, de akár még azt is mondhatnánk, hogy korabelivé teszi. Az itatónak van egy másik funkciója is. Minden évben megrendezik a farsang temetést, ilyenkor népviseletbe öltöznek. Vajon olyasmi ez, mint nálunk a busójárás. És a végén, itt a medencében szétvernek egy koporsót. Itt pontosan mi lehet a történelmi oka, nem tudom. Gondolom ez is valamikor így a 1700-as évekre vezethető vissza. Muszáj szárítani a sátrat. Ha már kétszer jött fel a nap, reméljük, hogy kétszeres erővel is süt. Hó, hát ez jobb nem is lehetne. Eddig csak szoptunk a szél miatt, most legalább hasznát is vesszük. Akkor térjünk el a lényegre, mert nem falunézőbe jöttünk. A cél a Székelykőnek a megmászása. Most helyezkedünk egy picit, úgy terítettük ki a térképet, hogy pont szembe legyen, tehát így látszik maga az íve, itt van Torockó, ebben a pillanatban pont a főtéren vagyunk, és az a terv, hogy itt fölmegyünk ezen a kék kereszten. Most hova megy a kék kereszt? A Székelykőnek a két része között, ugye két részből áll, a közepére, és akkor tessék csak megnézni, az előbb már mutattam, a nagy árok ott van, ahogy először jött fel a nap. Na, oda megy fel a turistaút, és az is jól látszik, hogy hol. Itt mutatom, ott a háztető fölött. Ott van egy szekérút fölfelé, ott megy a kereszt, és utána pedig gyakorlatilag szinte torony iránt fel a nagy hasadékon. Elég nagy pára van, de az azért látszik, hogy nem egy egyszerű telep lesz, főleg ott az a felső rész. És akkor utána a terv az, hogy a Székelykő két része, a várkő, a baloldali, illetve maga a konkrét értelemben vett Székelykő megmászása. Először az egyik, majd a másik, utána pedig majd hátrafelé egy ívben lejövünk. A térképen ez úgy néz ki, hogy itt fölmegyünk, és akkor először ide, másodszor át ide, és utána ezen a piroson itt a várpatak földjén visszasétálunk. Nem egy könnyű terep, és főleg a szintek miatt egészen nehéz is. Jaj, valószínű, hogy nem egy könnyű és az egészen nehéz között mi pontosan a különbség. Úgy látszik, hogy kötekedő kedvében van. Torockót vagy a házaiól, vagy egyébként is a legszebb erdélyi településnek tartják. Trianoni járási központ is volt, ha Fehér megyébe tartozik. A nevét a Tarack szóból kapta. Vas salakot jelent, ami felettébb érdekes, ugyanis én két jelentését tudtam a tarack szónak, az egyik a gyomnövény, a másik meg valamiféle ilyen ágyú, ezek szerint akkor ezt is jelenti. A Jugerbandából már beénk is kötöttek, hogy nem-e fázunk. Mondjuk lehet is benne valami, én csak annyit válaszoltam, hogy na maguk se fognak, hogy elindulnak itt felfelé. Annyit mondtak ők a múzeum után, maximum már csak a kocsmába mennek fel. De ha már említettem, akkor itt van a Néprajzi Múzeum, ahol a torockói népviseletet, illetve az észlátokon keresztül tartó vasgyártás relikviáit lehet megtekinteni, aki esetleg úgy gondolja. Mi viszont megtekintünk egy elég látványos térképet a mai programról. You are here, és akkor itt föl, és akkor így erre körbe, egy ívvel, vissza ez a délelőtti program, és akkor most figyeljen mindenki, meg tudom mutatni a délutánit is, az pedig nem lesz más, mint ez, a kőközszoros. Hát az is elég jól látszik, hogy itt is vannak turistautak rendesen, és látványvilágában talán még azt is megveri. Az is jól látszik, hogy nem csak a piac téren vannak ezek a spéci házak, hanem a faluban szinte végig mindenhol, úgy tudom, hogy 40 darab van. Újság van, mehetünk? Mehetünk. Az unitáris templom a másik szögből. Hát van benne anyag, az ténykérdés. Visszajöttünk, mert Laci felhívta a figyelmet egy érdekességre. Itt van a tűzoltó garázs, korabeli, és egyben van gyakorlatilag a templommal építve. Mondjuk meg is értem, mivel kétszer leégett. Most már nem bízták a véletlenre.
Tehát, hogyha valaki be akarja támadni a hegyet, akkor a Kővár utcán induljon el lefelé, de a lefelé az csak átverés, mert patak szintig megyünk lefelé. Utána jól látszik, hogy toronyiránt. És igencsak felfelé, de a toronyiránt nem teljesen stimmel, mert a torony az itt van mögöttünk, és ebben a másodpercben kondult meg. A falu fő ipari tevékenysége az a vasgyártás volt, ugyanis itt a környéken mindenhol vasbányák vannak. Ebben a másodpercben vételeztünk vizet a tűzfaforrásból, és hogy stimmel-e a név? Tessék! Az emlegetett patak, Rímeltea, most totyogunk át rajta. Érünk ki a faluból, Laci éppen rögzíti az adatokat. Hogy állunk most? 530, tehát nagyjából 500-ról indultunk, és a csúcs a legmagasabb pontja, tehát az 1138-on van, akkor ki lehet számolni, hogy mit kell itt most leküzdeni. Az elején említettem a kérdések között, hogy mi az a fekvő óriás. Hát az erősebbek már kitalálhatták, hogy a Székelykőről van szó. Itt fekszik előttünk. Azt azért azonnal el kell mondanom, hogy az igazán jó rálátás, tehát magára a teljes hegytömb, de nem innen van, mert már túl közel vagyunk, hanem a Dorotkó-Szentgyörgyi várból, ami hát innen nem látszik, nagyjából úgy ott van, de ne ijedje meg senki, mert az is a terve. Mondja Laci, hogy már a bástya kilátszik, de én most egy kicsit másfelé figyelek, úgyis onnan már ordítanak a kutyák. Van itt ugyanis egy esztena, az előbb már összeakadtunk a pásztorral. Itt van a Junyá, itt a domtól nem látni. A kutyák már megszagláztak, de szerencsére visszaszólították őket. Azt azért el kell mondanom, hogy átverős ám ez a rész, ugyanis tulajdonképpen ez ilyen bemelégítő szakaszként úgy elálmosítja az embert, nem annyira meredek. Aztán a végén, mikor már az ember azt gondolja, hogy hát ez ennyire könnyű, na akkor aztán megkapja a fekete levest, mégpedig így felfelé. Hallottuk már mindketten, éppen ezen röhögünk vihargóval, jó pár esetet, akik innen visszafordultak. Mert azért azt mondjuk el, hogy a Székelykő az olyan hírben áll, hogy a megmászása az kötelező minden magyarnak. Nyilván az emblematikus mi volt amiatt. A buszos turista programban szinte mindegyikben benne van a hegymászás, csak éppen azt felejtik el közölni a kocaturistákkal, hogy nem olyan könnyű. A kék keresztet követjük, mint ahogy már az elején említettem, de az útvonal nem téveszthető össze, szerintem jól látszik. Ott kell fölmenni. Bár a faluban, mikor indultunk, már összesereglett pár busz, de van olyan gyanúm, hogy túl nagy konkurenciánk nem lesz itt fölfelé a hegyen. Nézzük, mi van bent. Azért a folyadék nem árt, mert azért 2 liter, itt van 2 liter víz, csak mutatom, meg egy adag narancslé, és akkor ezt felhívja a figyelmet, hogy miért van 2 budipapír. Senki nem találja ki. Mert ha nehogy Isten beszardánk olyan kemény, akkor legyen mivel törölni. Most jelen pillanatban éppen beöltöztünk. A beöltözés az ebben az esetben levetkőzést jelent, ugyanis izzadós szakasz jön. A teljes szintkülönbség több mint 600 méter, és egyelőre még 60-nál se jöttünk többet. Érjük el a kőfolyások szintjét, előttünk pedig egyre félelmetesebben terpeszkedik szét a hatalmas sziklaaréna. Arról már beszéltünk, hogy hányszor kell fel itt a nap, arról viszont nem, hogy hányszor megy le, hogyha jövünk fölfelé. Hát egyszer biztos, mikor beérünk ide a nagyárok takarásába, innen egész fentig nem lesz napsugár. Ami különben megsúgom jó, főleg nyári nagy melegben, de leginkább csak akkor, hogy valaki délőtt próbálkozik. Megálltunk egy másodpercre, nem csak pihenni, itt egy fontos kereszteződés van, Laci a nyillal kezdte, nem véletlen. Itt még egyszer mutatják a nyilat. Azért lényeges, mert jól látszik, hogy 2 völgy van, 2 szurdokkanyon. Hogyha valaki ezt az utat választja, és látszik, hogy sokan választják, mert itt vannak a nyomok, akkor a Zsák utcába futhat, és akkor igencsak probléma lehet, az ugyanis nem vezet föl. Ez az irány a jó irány. És akkor itt jön be az időpont választás kérdése, ami éppen emiatt nagyon nem mindegy, de nem csak emiatt, hanem a fotózás szempontjából se, azt majd fenn megmutatom, hogy miért. A meredekség iszök itt már 20-25%, és hogyha a másik irányba nézünk, akkor látszik, hogy nem gyengusz.
ahol most megyünk, ez a nagy árok. Már az elején említettem, ez egy sziklabordás kanyonletörés hivatalosan, ami jól látszik, hogy óriási mennyiségű kő van itt. Szép terület. Nyilván egyik oldalról ez egy vízfolyás, de ez még nem magyarázza a köveknek ilyen számú mennyiségét. Ennek is van ám oka. Ennek lesz majd magyarázata egy kicsit fentebbről. Meg tudom mutatni a jelenség okát, viszont egy másodpercre visszafordulok, hogy visszafelé is lehessen érzékelni, hogy körülbelül most itt tartunk. Mellettünk oldalt, remekül nőnek a sziklabordák, és a formák pedig egyre látványosabban rajzolódnak kifelé. A talaj elég képlékeny, úgyhogy ha esetleg valaki csoporttal jön, elnézést, akkor vigyázzon, mert igen, meg lehet indítani ám lefelé a köveket, és akkor a lentiek kapnak a nyakukba. Itt már brutálisan durva az emelkedő, gyakorlatilag szinte négy kézlábasak. Kijövünk a nagyobb köves része, mert a folyáson gyakorlatilag nem lehet menni. Nem tudom, jó ötlete nekem hátul lenni. Sajnos az a baj, hogyha nem itt legyek, akkor valószínűleg sehol nem jutunk föl. A helyszínről nekem a Rejtelmes sziget című ifjúsági tévészről jutott eszembe, amit gyerekkoromban láttam. Ugye ez a Verne Gyula regényéből készült, nem tudom, talán olasz-francia koprodukcióban, és több részen keresztül próbáltak felmászni a főhősök egy ilyen terepen, és a terep viszontagságain kívül még fentről lézerrel lőttek is rájuk. Repülő fejlemény, Bihargó emlékszik rá, sőt részleteket is mond, hogy ilyen lámpák voltak, és így csillogtak, villogtak, nem lézer volt, de a tény, hogy lőttek velük, a főhőseink pedig szaladgáltak ide-oda, az ilyen köveken. Hát ránk szerencsére most nem lőnek, de attól még senki se gondolja, hogy könnyebb a dolgunk. Különben, ha már találtam valakit, aki egyáltalán emlékszik erre, amit mondtam, elmondom, hogy Némo kapitány volt fönt, és el volt barikádozva, aztán később természetesen feljutottak. Mint ahogy reményeink szerint, remélhetőleg majd mi is. Közben most már ilyen füves lankán, hát lankának éppen nem nevezhető, mert a százalék az továbbra is megvan, kilódunk fölfelé. 7:55-ön vagyunk, és hát jobbra a bágyat napsütésben már körvonalazódnak Torockó házai. Földdel lefestett jelzés mellől akkor megint lefelé egy fotó, leginkább fényképet fogok most csinálni. Fantasztikus innen a látvány. Már most mondom, hogy a túráról fotóalbum is lesz, és Bihargó jó voltából, hogyha hajlandó lesz rá, akkor akár még túra beszámoló is várható. Tessék szépen felmenni a hólapomra, és megtekinteni ezeket is. Nem csak a videót. 850 méteren vagyunk, és elértük a nagy árokban az egyetlen forrást. Úgy tudom talán, hogy Gesztegnek hívják. És akkor most mondom a forrás történetét. 2005-ben, tehát nem túl régen, nagy esőzések voltak a környéken, és mivel ez karsztos terület, a vizet elnyeli a kőzet, és belül felduzzadt a víz. Olyan mennyiségű nyomás keletkezett a talajban, a földben, hogy itt a forrás kirobbant. De olyan erővel akkor átszólt, hogy állítólag a faluba is hasravágottak. És bődületes mennyiségű követ kirobbantott a sziklából, és azok itt lezúgtak. És ezen a kőfolyáson jöttünk most föl. Tehát ez nem egy föld történeti mű, ami itt látszik, hanem most szinte pár nappal ezelőtt volt. Azt mondja Bihargó, ha már ekkorát robbant ez a forrás, akkor muszáj megkóstolni. Meg egyébként megjegyzem, hogy valamire való turista egy forrás mellett nem megy el úgy, hogy nem kóstolja meg, még akkor se, hogyha nem szomjas. Ugyanis mindegyiknek más az íze.
sok embernek ez a forrás az életét menti meg itt, 850 méteren, kicsit több, mint félúton, főleg nyáron, a 40 fokban. Kőfolyások persze nem csak a vízkitöréskor keletkeztek. A földtörténeti korok óta jó párszor volt nyilván, de hát ez az ilyen típusú hegységeknek a sajátja. Vihargót nem csak sofőrnek szerződtettem, hanem serpának is. Tessék csak figyelni! Hú! Pedig megmutatom Kobrankót, hogy mennyi súllyal megy. A kamerázás előnyei. Minden komolyabb feladatból ki tudom magam vágni. Azért csak elmondom, hogy 850-től még az 1138, még azért odébb van, tehát látszólag tűnik úgy, mintha olyan könnyű lenne, itt még ilyen lépcsőket is, barázdákat is látok a talajba. Úgy tudnám inkább megfogalmazni, hogy a talajviszonyok javultak, de a nehézségi szint egyáltalán nem. Egyre faszábbul alakul mögöttem a kilátás, és miközben harmadszor is felkel a nap, Székelykő, Erdély szíve, már csak karnyújtásnyira van. Ez már a finis, és oldalra mutatom, hogy látszik a meredekségi szög. Felfelé sajnos annyira nem. Felé viszont szerintem annál inkább. Ebben a másodpercben érkezünk a köztes célhoz. Tulajdonképpen egy nyereg, majd fentről talán egy picivel jobban meg tudom mutatni, látványosabban inkább úgy mondom, és itt jöttünk fel, még egyszer mondom, itt van egy kis pukli, úgyhogy innen nincs jó rálátás már a falura. Viszont kisétálunk, megnézzük a keleti oldalt, persze errefelé is lesz majd ettől normálisabb kilátás, csak azért egy pásztát, egy dolog már így elsőre jól látszik, hogy ez az oldal azért jóval lankásabb. Tehát csak, hogy világos legyen, ez az a nyak, ahol föl kell a nap először. És akkor ebből a pontból két felé lehet menni. Az egyik az a Nagy Székelykő, a másik pedig a Várszikla. Miközben mutatom a hasadék tetejéről a remek kilátást Torockóra, nincs szerencsénk, ugyanis a gyerekbanda is pont abba az irányba megy, ahova mi. Először a Székelykövi csúcsot másszák meg. Ennek nem igazán örülök, mert elég volt iskolába járni 30 évig. Ráadásul utáltam is, úgyhogy azt az időszakot végképp nem sírom vissza. És pont azért jövünk ilyenkor szeptemberbe, mert abban reménykedünk, hogy ezek ilyenkor már az iskolapadba ülnek. A mai kölyköknek már Hawaii van, az én időmben ott kellett rohadni szeptember 1-től, ki se lehetett mozdulni az iskolából. Különben megtehettük volna, hogy először a szembelevő oldalon található Várszikát másszuk meg. Csak az a baj, hogy Vihargó már előre ment, és nem tudtam szólni neki a programváltozásról. Lehet torony iránt is menni, hogyha valaki akarja, arra felé ott látszik, ahol mennek. Én viszont kijövök itt az árok peremére, ugyanis innen sokkal faszább a kilátás. Azért, aki ezt utána nem csinálja, arra figyeljen, hogy ezek a megbúvó kövek, ezek nem csak a felszínen vannak ám, hanem itt a fű alatt is látszanak, és egy rossz mozdulat, és az ember már ott van lent. Hát, lehetőség szerint észre. Most körvonzódik jól a sziklaletörés, úgyhogy hol jöttünk fel, tessék figyelni. Azért érdemes különben ide kijönni, mert a nagy árkot ebben a formájában a Székelykőről, fentről, ahol a kölykök mennek, egyáltalán nem látni. Tehát mindenki torony iránt megy, mert az van kitaposva. Akkor most az történik, hogy megcélozom azt a csúcsot, aztán még nem kizárt, hogy azt is. Mondjuk sokáig nem kell jönni, mert ennyi volt az egész. Remekbe szabott kilátó pont, mondanom sem kell. Egy kiszögellés. És itt már azért nagyon ésszel. Hát a másik kiszögelés egy kicsit vadregényesebb, úgyhogy valószínűleg azt ki fogom hagyni. Végül is, ami fontos, azt mindent látunk innen. Egyrészt van a nagy árok, itt alattunk ezzel a kőfolyással. A nyereg, a nyakkal, ami egyébként itt a szikla mögött van, tehát az egy ilyen másik nyereg kicsit fentebb van. Ott van a kereszt, illetve ott van a kő. Most ilyen pillanatban éppen román színekben pompázik. Ezt erről is majd mesélek, hogy ez miért van így. És akkor mutatom a Székelykőnek, a Székelykő tömnek inkább úgy mondanám, a másik emblematikus hegyét, az északi csúcsot, az pedig nem más, mint a Várszikla. És akkor, ha már ilyen faszául látszik, akkor rögtön a sziklának a története, honnan kapta a nevét. Ez összefügg Torockó történetével is. Ugyanis a tatárjárás előtt itt nem volt település, viszont jöttek a tatárok. Negyedik Béla akkor úgy döntött, hogy ide kell egy erősség, különben állt már itt vár előtte, és Kasztrúnak hívták, a rómaiak építették.
erre az ősi váromra, ami itt volt mögöttünk, vigyeztettek egy egész jól kinéző. Igen ám, de volt vele egy kis probléma, hogy nem volt olyan ember, aki tudta volna üzemeltetni. A legközelebbi harcos népség pedig a székely volt, innen azért valljuk be, hogy elég messze. És nem igazán volt kedvük idejönni, már nem tudom, a katonaság azért egyik korban sem arról szólt, hogy kinek mihez van kedve. Lényeg az, hogy a király rádumálta őket, hogy néhányan egy különítmény jöjjön el ide, és hogyha megvédik a szorost és a várat, akkor megtartatják. Innentől a történet ment, mint a karikacsapás, és happy end-el végződött. Kiverték a tatárt, várat megkapták, a családtagok Székelyföldön maradtak, és hát ugye azért ők is szerettek volna együtt lenni a többiekkel, a férfiakkal. Ide költöztek Torockóra, és stílusosan fel is tűnik az emlegetett Szamár, a falu. Íme. Hát persze azért tegyük hozzá, hogy ez csak a magyar lakosság története, ugyanis laktak itt szászok is. Ők egy picit később jöttek az 1300-as években, mi pedig a környék bányáinak, illetve az onnan kibányászott érceknek a feldolgozására. Én nagyon picit még hősködök, nem túl sokat. Azért jöttem le ide eddig a pontig, hogy bár nem nagyon fér be, de azért megpróbálom megmutatni ezt a sziklafalat. Itt álltam fölötte. Vannak azért magasságok, remélem mindenki látja, és azt is jól lehet látni, talán innen oldalról, ott az ösvény, hogy hol jöttünk fel. Mivel most nem jön fel ember, ezért méreteket nem tudunk összehasonlítani, de maradjunk annyiban, hogy elég kemény volt. Talán tudtam érzékeltetni. 1:45 van, érkezés a csúcsra, és Laci ebben a másodpercben fel is ült a csúcskő tetejére, ami elsőre jól látszik, hogy ez hát román színekben van, és rögtön a másik is. Az, hogy miért ennek oka van, már az előbb említettem. És figyelj csak, maradjál úgy! A színösszetétel nagyon hasonlít a románra. Lehet, hogy ezen változtatni kéne. Mondjuk annyi, hogy kék nincs benne, már úgy értem, hogy abba. Nem fogunk beletenni. Amíg a kékek itt dobzódnak a sziklapárkányon. Nézzünk be egy kicsikét akkor a keleti oldalba. Mi látszik itt? A mezőség, ugye, ezt már említettem. Ott hátrában, félhomályban torda körvonalazódik. Jó nagy a pára, nem sok minden látszik. Egy dolgot viszont érdemes elmondani, hogy belső Erdély, leszámítva a Szigethegységet, tehát innen arra felé, tulajdonképpen egy nagy nulla domborzatilag. Tehát semmi normális kihívás nincsen benne. Az egész belső erdélyi rész egészen a Hargitáig, illetve a Kárpát gyűrűig bezárólag, összességében egy teljesen jellegtelen ingerszegény táj. Biztos sokan meg fognak rőkönyödni, hogy mit beszél ez hülyeségeket, mert az otthoni köztudatban az van, hogy az egész Erdély az egy fantasztikus hely. Hát nem, nem. Tudjon róla mindenki. És a belső Erdély pedig még ráadásnak teljesen tele is van románnal. Lehet, hogy nem pont ezen az emblematikus helyen kellene arról beszélni, hogy Erdély vissza vagy nem, de azért egy dologgal mindenki számoljon, ha ne adj Isten valamilyen úton, módon sikerülne visszacsatolni Erdélyt Magyarországhoz, akkor a 2 millió magyar mellé kapnánk 10 millió románt. Akkor sétáljunk le most már itt a csúcs mellett. Talán ez a legjobb pont, ahonnan faszául lelátni. És akkor vessünk egy pillantást most már picit közelebbről is a falura. Megpróbálok ráközelíteni az unitárius templomra. Körülbelül ott van az autó, igaz? Úgy nagyjából úgy. Tehát ennyit jöttünk fel. Mi az, ami látszik? Először is mutatom a piac teret a vajorkúttal. Ott, ugye ott kezdtük a túrát, és jól látszak most körbe a házak, az autentikus házak, amiről beszéltünk, és talán innen lehet jól látni, hogy ezek a hosszú 2-3 szobás tornácos házakra merőlegesen hátul ott vannak a gazdasági épületek is, ez szinte mindenhol stimmel. Azért ennyire egyformák, még egyszer mondom, ezeket pontosan egy időben építették, gyakorlatilag egy év alatt. Akkor nézzünk egy kicsit észak felé, székelykő, főkő, illetve mellékkő. A főkő és a mellékkő között túl nagy különbség nincs, ez 1138, az meg talán 1001 alatt van pár méterrel. Fordulok Torockói völgy végig, Torockói medence inkább úgy mondják, és akkor még egy érdekesség látható innen, az pedig nem más, mint a másik magyar falu, Torockó Szent György. Nagyságrendileg körülbelül ugyanennyi, tehát olyan 5-600 fős lakossága van annak is, és szinte színmagyarok. És ugye említettem, hogy a két falu a nagy román tengerben egyfajta szigetként itt demonstrál, és teljesen igaz, mert ha lefelé megyünk, a következő falu Gyertyános már színromán, és ha másik irányba megyünk, akkor Borrév szintén az.
Ha már itt úgy pásztázok, hogy szinte majdnem elszédülök, akkor beszéljünk egy kicsit a turisztikai látványosságokról is. Egyrészt adja magát a Székelykő, erről még majd beszélünk, mert nyilvánvalóan még itt nem fejeztük be teljesen, de itt van rögtön a másik oldal, ezt úgy hívják, hogy Ordaskő. Tehát a Torockó, a falu, Székelykő és Ordaskó között helyezkedik el egy völgykatlanban. Ha valaki az Ordaskőre kíváncsi, akkor ott induljon el fölfelé, azt hiszem talán piros plusz, de természetesen nem csak ennyi van, hanem lehet itt a hegyek között még keringeni. Van például olyan, hogy bányászok útja, ez a sárga háromszög, és az a régi vasbányákat érintve, úgy tudom talán, hogy a mészárszékre megy föl, ami valahol ott van. Különben a régi bányászutak mountain bike-on is járhatóak, mutatom például ott, vagy akár ott is. Úgyhogy, mondd is sok figyelem, lehet jönni csapatni. De ahogy Bialgó az előbb kifejtette, itt inkább a kvadosok csapatnak. Mégpedig a környezetbarát kvadosok. Ez a környezetbarát kvados kifejezés különben a hazajáró egyik részéből pont innen torockói, abban a részben volt, amikor a vedelőre mentek fel, onnan származik, akik szintisztán környezetvédelmi okokból rugatták szét a területet a kvadjaikkal. Miközben a ricsajozó gyerekbanda úgy tűnik, hogy most már szedi a sátorfáját, nálunk csúcsoki elfogyasztása következik, mint napi rendi pont. Mutatom a választékot. Ez még mindig műzli. Lacikám, aranybarátom. Ez csoki? Fogalmazunk úgy, hogy igen. Bialgó azt mondta, hogy most egy kicsit kötekedne. Akkor tessék. És miért jó a műzli csúcsokinak? Hát azért, mert nyáron 40 fokban nem olvad el. Ebben van valami. Mondjuk az is igaz, hogy a magyar kölyköket ilyen helyekre kell hozni, hogy tanuljanak. Még hogyha sok minden nem is ragad rájuk, de azért valami talán mégis. Különben, hogyha abba az irányba tovább megyünk, akkor végig lehet menni a Székelykő gerincén, tehát a fekvő óriásnak a lábánál lehet lemenni, és Torockó Szentgyörgyre lyukat ki az út. Nem mondom, hogy könnyű. Most, hogy elpuzolt a banda, van egy kis nyugi. Most következne az a rész, hogy akkor kobrankós matricát ragasztunk a kőre. Csak egy baj van, hogy a románra festett kőre most ragasztunk kobrankó matricát, tehát hogy néz ez ki? Különben ennek története van, ugyanis ez egyfajta ilyen nemzetki kivagyok, az, hogy a kő milyen színű van festve. Tavaly például, amikor itt voltunk, akkor magyarra volt festve. Úgy döntöttünk, hogy most nem ragasztunk matricát, majd a kő közszoros. Ahogy Bialgó kifejtett itt az előbb, hogy az ultranacionalisták játszótere. De azért az megvan mindenkinek, hogy képesek felszipelni ide, ott, ahol mi feljöttünk, a festéket. És akkor utána mázolnak. Hát, erre meg különben csak azt tudom mondani, hogy inkább íjjék ki magukat, mint fegyverrel. Nem igaz? Az biztos. Senki nem fogja kitalálni, hogy most mit csinálunk. Geocaching ládát keresünk. Ugyanis tavaly megtaláltuk. Amíg Bialgó keresgélén megpróbálok egy pozíciót fogni, és megmutatom ezt a sziklaletörést. Egyébként már az előbb is látszott, de fantasztikus, egy jó kis sziklaborda. Azért ennek végigmenni mondjuk oda a csúcsára, az is egy jó kis feladat, és persze a kilátás sem semmi. De mondjuk valószínűleg ugyanaz, mint innen. Egy picit nézegetünk távolabb is, tehát az aranyos völgye látszik itt a hegység, a Ordaskő vonulata mögött, és az már ott a gyalui havasok, ott egész hátul. Itt van ugye az Ordaskő, ez az ilyen sziklás csúcs, és ami egyel hátrább van, az pedig nem más, mint a Bedellő. A Bedellőt fogjuk majd látni az aranyos völgyből, ennek a másik oldala sziklás. Tulajdonképpen mondhatni azt, hogy a Székelykőnek az ikertestvére. Csak a vonulat egy picit hosszabb, és nem ennyire látványos. Akkor ebben a pillanatban indulunk tovább. És hogyha már eljöttünk a két darab románra festett csúcskő mellett, azért mondjuk el, hogy románul Piatra Szekulói a csúcs neve, és a régi magyar megnevezése pedig kengürt volt. Bialgó rögtön bele is szólt, hogy valószínűleg nem sok köze van a kenguruhoz. Valószínűleg. Azt mondja Laci, hogy ő ezt még sosem hallotta, nem tudjuk, hogy lehet, hogy ez valami szász elnevezés, lehet. A lejárat többféle úton mehet végbe. Hát egyszer, amerre elmentek a kölykök, ugye ezt már említettem, Torockó Szentgyörgy felé. A másik pedig innen a nyakból le lehet menni, pontosabban onnan a mezőség felé is. Itt vagyunk a hegytetőn, és nincs télerő, csak mondom, úgyhogy azért ezeneken a sziklákon úgy hősködjön bárki. Annyi történik, hogy itt a Nagyárkon átjövünk a felső régióján, a
nyergen, és megszemlézzük ezt a román alkotást, ami itt van lent. De először még felugrok ide egy fantasztikus kilátásért, ami tulajdonképpen telibe az árok, ahol feljöttünk, a sziklaletörés rendkívül jól néz ki. És akkor tessenek nézni, ott a remek műalkotás, még napelem is van hozzá. Román? Hát csak is, olyan ortodox, mint az állat. Na igen. Azt a nevet adtuk neki, hogy Krisztus a LED szallaggal. Ugyanis ledes. Tessék megnézni. És ehhez kell gondolom a napelem. A halálfejes koponya meg kimondottan növeli az esztétikai élményt. Az akkumulátornak meg a töltésszabályozónak készítettek egy bunkert, be is betonozták rendesen. A napelemet meg az lopja el, aki akarja. Pedig az sokkal többet ér. A magyarok megelégedtek ezzel a kővel, ami évszázadokig rendben volt, és még most is rendben van, az egy esztétikai probléma, hogy a románok ezt is lefestették. Ha valakit érdekel, akkor itt lehet feljönni természetbarát kvaddal egészen idáig, és még akár lehet, hogy tovább is. Van egy erdélyi cimborám, aki volt már fent túramotorral, innen a mezőségi oldalról, nem egy nagy ördöngösség. Hogyha már ilyen fantasztikusan látszanak a sziklák, akkor érdemes lenne pár szót mondani a geológiájáról is a környéknek. Én szoktam hosszas geológiai előadásokat is tartani a filmekben, csak azért, hogy minél unalmasabb legyen. Érdekes a kőzet, ugyanis itt jól meg lehet figyelni, hogy olyan vulkánosnak néz ki. És az is, mert a keleti oldala az, a teljes mezőségi hegyhát tulajdonképpen a vulkáni maradvány része. A nyugati oldal viszont különböző korú és fajtájú, többnyire üledékes kőzet. Kristályos pala, összecementeződött konglomerátum, plusz törmelék. Ezt látjuk itt. És persze, hogyha visszafordulunk, akkor magát a nyerget is. Remek román műalkotással és a nagy székelykövet. Ebben a másodpercben pedig indulunk tovább, felfelé a várkőre. Még egyszer mondom, hogy teljesen vegyes a kőzet, mert itt például, ahol most kocogok lefelé, ez egyértelműen vulkanikus. Azon a sziklafalon pedig azok a vörösek, vörös árnyalatok, azok meg vas jelenlétére utalnak. Mi ez, Laci? Ez az úgynevezett kecskerágó, amit még a kecske se rág meg, viszont mikor... De várjunk. Hogyha a kecske se rágja meg, akkor ez nem kecskerágó, ez a kecske se rágó. Kecske se rágó. De különben látszik, mert ugye a kecskék itt szoktak legelni, juhok meg minden. Hát ez tényleg itt virít, teljes formájában. Szúr is kegyetlen, nem is? Hú, hát ez valami kegyetlen. A legtöbb ember különben ezt onnan ismeri, hogy hogy a vadnyugati filmekben ez az, amit úgy szokott hordani a szél úgy az elején. A várszikla különben eléggé lapos, de azért meredek, jól lehet látni, hogy abba az irányba folyamatosan emelkedik. Én azért jövök itt kint a peremen, mert itt jobbra szerintem nem sokára lesz kilátás. Ugyanis ez az ösvény, ami hát tulajdonképpen nem is ösvény, kivezet az előbb mutatott sziklának, annak a vörösi sziklának a tetejére. Bár lehet, hogy nem, csak én gondolom így, sőt biztos, de. Na. Hát itt van egy jó kis sziklabirodalom betörése nekünk, onnan a nyakból majd ezen a völgyön kell lemenni. Nem lesz könnyű, ezt már most mondom. Na de először akkor nézzük meg az északi falat. Mert ugyanis azért jöttünk. Érkezünk a várszikla északi fali kilátópontjára. Hát nem volt azért könnyű mászni, tehát itt fent a hegyoldalon is azért van kaptató, majd visszafelé megmutatom. Viszont a kilátás az valami brutális. Azt is rögtön meg tudom mutatni, hogy majd hol jövünk le. Ott azon a sziklaletörésen, ott bent, ott folyik a várpatak, ki a kanyomból, és akkor itt szépen alul, azon az úton visszakocogunk Torockóra. Tehát ez a székelykő legészakibb pontja most, ahol vagyunk. Látszanak az őszi színek most már egyre szebben, egyre jobban. Ennek különben örülünk. És akkor nézzük, hogy mit látunk. Tehát Torockónak itt vége, észak felé indul az országút. Itt ezen a szoroson végig megy, és utána kimegy abba a pontba, ott csatlakozik be az Aranyos völgyébe, és az Aranyos völgye pedig értelemszerűen ott megy végig. Különben onnan Torda felől jöttünk itt végig, és akkor itt fel. A völgyön különben van két kolostor is, ott az egyik, ott pedig a másik, természetesen ezek
ortodox kolostorok. Picit tekintsünk távolabbra, a gyalai havasokat már egyszer mutattam, ott egész hátul, és akkor a gyalai havasok emblematikus hegyei sziklaképződményén látszanak, itt elől a Pocsága szoros, és ott hátul körülhallózik a Béla vár sziklatömbje, sajnos csak a tetejét látjuk, de azt azért elmondom, hogy a környék legmagasabb csúcsáról beszélünk, 1300 valamennyi, az kerítsz a Béla vára, és azért lesz érdekes, mert ott leszünk, innentől számítva, 2 nap múlva. Állítólag a tatárkori várnak a romjaiból még valahol látszanak falak. Az igazság, hogy ezt tavaly se találtuk meg, és most se látjuk sehol, hiába vizslatjuk a tájat. Most látszik jól, hogy nagy a terület, a várszikla, és milyen látványosan megy lefelé. És pontosan ennek a délnyugati lejtési szögének köszönheti, hogy ez a siklóernyősök kedvence. Van olyan napszak, amikor akár 60 is futnak itt neki, és utána köröznek a falu fölött. Csak mondom, hogy láttunk ma siklóernyősöket, mégpedig ott, az Ordaskő oldalába, ott kerintek. Orbán Balázs szerint a világ legszebb kilátása a Székelykőről nyílik. Ezek szerint akkor még nem volt divat az Alpokba járni. Viszont ne becsüljük le az érdemét, mert tényleg nagyon jó a kilátás. Időközben társaságunk is akadt. Ezek a hegyi kutyák, de különben morognak kegyetlenül. A kicsi az meg is akart az előbb támadni. Az ilyen volt pásztorkutyáknál nagyon kell vigyázni, hogy nem szabad velük szembefordulni. Akik meg még mindig azok, azoknak meg hátat se szabad fordítani. Úgy látszik, a román végrehajtó brigád túl nagy területet nem járt be, és ezen a kövön maradt a magyar festés. Mondhatni, nem voltak elég körültekintőek. Most kérem szépen, következik a fekete leves a piros sáv lefelé. Ez a várkő keleti oldalában megy le, ezen a sziklahasadékon, és meredekségi szöge simán lesz annyi, mint ahol följöttünk. Ami a nagy gond, hogy a talajviszonyok lehet, hogy talán még rosszabbak, mint ott. Ugyanis bármilyen furcsa, ezeken a mozgó köveken is könnyebb kapaszkodni, mint az ilyen sima, nagyon meredek talajon. Ha meg ne adj Isten, egy picikét is nedves a talaj, most szerencsére nem az, csak úgy tűnik, akkor itt feljönni végképp nem, lemenni meg egyáltalán nem lehet. A térdgyilkos, akár egy pszichotriller címe is lehetne. Van változás tavalytól, mert tavaly tornyirán mentünk, most meg csapadtak bele egy ilyen S-alakú ösvény néhol, ilyen lépcsőszerű alakzatokkal. Okos ötlet volt, mondjuk muszáj volt megcsinálni, mert azért, még egyszer mondom, nagyon sokan vállalkoznak erre, olyanok is, akiknek egyébként nincs itt a helyük. Azért néha érik pozitív meglepetések az embert. Lépcsők, folyamatosan. Egyébként ott van a halálút. Megsúgom, hogy felfelé sokkal jobb a szerpentin út. Igaz, hogy hosszabb, de hát akkor is. Valószínűleg a toroszkóiak csinálták, és különben meg teljes egészében megértem. A falu ugyanis mára már kizárólag az idegenforgalomból él, és azért valljuk be, hogy a népviseletből, az autentikus házakból azért nem élnének meg. Nagyon is kell hozzá a Székelykő, sőt, valójában az kell igazán. Érdemes megnézni, most itt kapunk egy kis ízelítőt a hagyományos feljáratból. Látszanak a seggencsúszás csapás nyomai, de a továbbiakban most már nem kamerázok, ugyanis szükség lesz a kezemre, lábamra és a hátam tájára is, mindösszesen. Sőt, még az sem kizárt, hogy a farkamra is. Faféket kell alkalmazni, magyarul fától fáig. Ez azért nagyon jó, mert lendület, ahogy elkapja az embert, talán most jól látszik. Ezen jövünk le. Azért itt is vannak két vágygeresztő falatok, tessék csak bekukucskálni, ide balra mellénk a kamrába. Na már kaptam egyet az előbb a sziklától, egy pofást. Az északkeleti letörés a vársziklának. Fantasztikusan fordul itt alattunk, és jól lehet látni, hogy ez egyértelműen konglomerátum kőzet. Ott vannak a vörös tellérek végig, és a nem egybefüggő, tehát hasonlít egy picit a tegnapi túri kanyonhoz. Fél óra elteltével érünk ki az erdei részből. A várpatak kanyonvölgye persze semmivel nem egyszerűbb, egy picit talán már lankásabb. Érdemes megnézni ezeket az összecementeződött köveket. Hát hiába, a legprofibb kőműves az a természet. Időben érkezik, nem rúg be, és piát se kér. Nem úgy, mint az, amelyik nekem a garást építette.
De azért csak mondom, hogy a becsapás fázisig már nem jutott el. Úgy rúgtam föl, hogy a cipőmet cipészhez kellett utána vinni. 2 óra múlt pár perccel, a következő napi rendi pontok jönnek most. Visszakotogunk Torockóra. Bekukkantunk az egyetlen még álló vízimalomba. Bevásárlás a helyi közértbe, és tervezünk egy gasztronómiai blokkot is. A várpatak különlegessége, hogy egész évben iható, bár túl sok víz nincs benne. Egy folyadékszünet, és jól látszik a várszikla. Onnan jöttünk le. Volt magasság, mi? Ja. Emlékeztem rá, hogy van itt valami esztena, de különben ugyanaz a nyáj, akivel délelőtt is találkoztunk, úgyhogy a kutyák már haverok, de ők már nem emlékeztek rá. Ez előbb ránk rotottak. Hello! Nem volt egyszerű. Ja, jó. De látjuk. Mennyi bárány van? Bárány már nincs. Kicsit nincs. Azért figyelj, mindenki mit kérdeztem. Bárány. Azt akkorák, mint egy tehén. Na jó, akkor erről ennyit. Mert ugye, hogyha valaki nem tudná, akkor a bárány a kicsi. Mondjuk én tudom. És főleg a borda, azt nagyon szeretem. Picit muszáj lesz korrigálni. Itt mellettünk most szemlézzük végig a hegyvonulatot, és lehet, hogy helytelenül mondtuk, hogy melyik a várszikla, és lehet, hogy pont emiatt nincsenek meg ezek a romos várfalak. Ugyanis, ha innen nézzük, akkor 2 különálló szikla van. Az északi bást csak 2 különálló szikla, ugye van egyszer ez. Valószínűleg ez lehet a várszikla, de mi nem ezen voltunk, hanem a mellette levőn, azon a csúcson. Most a kettő valószínűleg összeköttetésbe lehet egymással, de mi nekünk hát egyrészt nem találtuk, meg másrészt nem is volt időnk feldejteni jobban a terepet. A lényeg a kilátás szempontjából olyan mindegy volt. Tőlünk jobbra található ordaskő, ami a székelykővel szemben van. Azért ez se egy gyenge falat, nagyobb, mint a székelykő. Azért gondoljon bele mindenki, hogy milyen könnyű lehetett puttonyban horcolászni lefelé onnan a vasércet, amit délelőtt még ki kellett csákányozni. Érünk be Torockóra, rögtön első háznál román zászló virít. Tessék csak figyelni a rendszámot? Besztercen a Szúr megye. Színromán környék. Hígul a lakosság, a pénzes románok bizony települnek befelé, veszik meg üdülőnek. Azért ne felejtsük el, hogy az ilyen természeti környezet a románokat is vonza. Hogy tetszettek mondani? Nem értettem pontosan. Biztos, hogy így volt? Némelyik ház takarosan fel van újítva. És ami lényeges, hogy pontosan eredeti formájában. Az elején említettem, hogy az autentikus torockói házakon füstcső van. Ott a főtéren már nem láttunk ilyet, de itt viszont találtunk egyet. Mondjuk elég érdekes ez a megoldás. Nyilván azért van visszagörbítve, hogy ne folyjon bele a víz, de hát Biargó majd mindjárt hozzátesz valamit. Mondjuk azt azért megnézni, hogy egy kéményseprő hogy takarítja ki. Feleslegesen kötekedik. Ez például vendégház. Összképében azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szép pad. Fantasztikusan beillik a sziklás környezetbe. Megtaláltuk a vízimalmot. Hát sajnos benne nem tudunk menni, de kukucskálni lehet, hogy tudunk. Ugyanis vízcsobogást azt hallok. Azért érdekes ez, mert a hajdani 5 vízimalom közül, ami itt működött, már csak ez az egy van, de egyszer nem látom, hogy hol van. Mert ez itt, Laci. Mondjál már valamit, mint szakértő, ezért tartalak. Hát ez inkább valami esőztető berendezésnek néz ki. Akkor lehet, hogy valahol ott lapátolott leg hátul? Tehát az lehet a malomépület, és akkor ennyi? Nem tudom, mindjárt, hogy egy asztal van malomkőből ott hátul. Ott szédeleg a mama, hát fú. Igen, csak nagyot hallott. Valószínűleg nem jutunk be. Szóval sikerült beszélnünk a mamával, azt mondta, operálták, a fia most nincs itt. Azért érdekes különben ez a malom, mert ezt Torockói Klára építette 1723-ban, és egy ipartörténeti műemlék, ugyanis egész Kárpát-medencében az az egyetlen felülcsapos, felültöltős, úgymond, mint a mosógép, felültöltős vízimalom. Biargó azzal fenyeget, hogyha jövünk vissza a remete sziklakanyomból, akkor még esetleg belesinthetünk. Egy patront lehetünk megérni, majd meglátjuk, hogy fér bele az időben. Egy rövid kukkantás az egyik bazárba. A szokásos dolgok vannak, de természetesen gondolom helyi specialitások is. Kész csok. Jó napot. Egy kört azért csinálok így kamerával, hogyha nem probléma. Rubik kocka. Viszik? Ez a tupi. Nem a sima keresztemes, hanem dupla keresztemes. Ja, dupla keresztemes, igen. Tehát hogy csak világos legyőz, ez a torockói különlegesség. Ez a torockói, igen. Aha. Dupla keresztemes varrás.
Még egy különlegesség, a torockói bútorfestés, és mikor ez? 1845, de látszik a szám. Ja, látszik a szám? Aha. Hülyék vagyunk, mert nem láttuk az évszámot, és akkor most ezt lehet megnézni. Tehát ezt úgy kell olvasni, hogy ott van 1-es, akkor a másik oldalon 8-as, 5-ös, 4-es. De ezt úgy kell akkor elolvasni, hogy 1845. Igen. Becsapós. Nem becsapós, mert az általában rá lehet jönni. Aha. A hölgy nagyon segítőkész volt, elmondott jó pár információt, ami lényeges lesz nekünk. Tavaly, mikor itt voltunk, akkor készítettem erről itt mögöttem egy fotót, így a háttérben a székelykővel, és valaki egy kommentben azt írta, hogy milyen nagyon szép ez. Most ezzel kapcsolatban csak egy dolgot szerették mondani, hogy valóban nagyon szép, de nem való ide. És akkor egy érdekesség ezzel kapcsolatban, a falu Európa Nostra díjas, de akár lehetne az UNESCO világörökség része is. Csak hogy miért nem? Azért, mert ez itt van. Ugyanis teljes egészében minden beleillene az autentikus, klasszikus képbe, csak ez nem. És mivel tudjuk, hogy 100 éve a románok a főnökök, ez valószínűleg itt is marad. Itt vagyunk újra a felső soron Torockóban, és egy érdekességet mondok, amit valószínűleg nagyon kevesen tudnak. Tehát, Kriza János művelődési ház a felső soron, ahogy ugye a szép házak vannak, mindenki megtalálja, és akkor most tessenek velem jönni. Ide be a sikátor. Senki nem gondolja, hogy ez bizony vezet valahova. Mégpedig egy különlegességhez, európai szintű különlegességhez, mondjuk így. Nem semmi egy hely, mintha a középkorba mennénk, mi? Véget értek a házak, és akkor itt jönnek a kertek. Hú, remélem csalán nem lesz. Édenkert a sikátorba, ráadásul kikövezve. Nos kérem szépen, ez a rozzant fiskó itt, a történelmi Magyarország legrégebbi faháza. 1662-ben épült. Így kívülről különben úgy tűnik, mintha nem lenne faház, tehát csak be van vakolva, tessék csak megnézni. Itt. Megpróbálok itt belesinteni. Így. És itt bizony már végig fa. Mondjuk szerintem a felső szerkezet az már új. De alul ez biztos, hogy még a régi. Így oldalul elég rogyant képet mutat, de ahogy mondani szokták, a történelem húzza a vállát. Itt is látszik ám a fa, meg ott a közfal is. És hogyha elnézünk itt fölötte a sziklák felé, akkor bizony jó kis fotótéma. A Torockó egyetlen vendéglője a szarvas vendéglő. Megmondom őszintén, tavaly kipróbáltuk. Nem mondom, hogy rossz, de valahogy nem nyert el az ízlésünket. Úgyhogy most újjal próbálkozunk, átugrunk a szomszéd faluba, Torockó-Szentgyörgyre, és akkor kezdődik a gasztronómiai blokk. Mondjuk, ami azt illeti már ideje is, ugyanis 3 óra elmúlt. Sajnos az a gond, hogy megint a szokásos módon le vagyunk a maradva. Hogyha már a régi házaknál tartunk, azért ez sem a csirke. Szentgyörgy körülbelül a 3-4 kilométer lehet, úgy 6 perc kb. Vagy 5 perc, úgyhogy túl sokat nem fogunk, ha esetleg mégis vissza kéne jönni. De egyébként a délutáni programot is erre van, úgyhogy irányban megyünk. Még 5 perc sem volt és Szentgyörgyön vagyunk. A hely neve Székelykő Kúria. Hát így néz ki, ténykérdés, hogy nagyon jó. Komoly hely, megszemlézzük az étlapot. Székelykőtál, 140 lej, ha ezt most gyorsan felszorozzuk, ez 10 000 forint. Na mondom a tényállást, két ok miatt megyünk vissza, és nem az ár, egyik se. Az egyik az, hogy tradicionális székely ételeket kerestünk, és nem volt. A másik pedig, hogy valami rendezvény van, úgy tűnik. Legalább így, de nyakik tele vannak. Akkor megyünk vissza, hát arra mindenképpen jó, hogy remek kilátás van magára, a kőre. Visszajöttünk, és különben meg valahol örülök is neki, hogy ide jövünk be. Ugyanis így talán be tudok mutatni egy tradicionális torockói házat belülről is. Először úgy döntöttünk, hogy terepszemlét tartunk, hova kellene ülni. Ez a helység sem rossz. Csak egy picit hűvös. Azt még meggondoljuk. Na, mutatom akkor a belső helységet. Klasszikus torockói ház. Így néz ki belülről.
Van választék, bár itt elmondták, hogy pár dolog hiányzik, például a nagypapa kedvence, de én úgy döntöttem, hogy klasszikus székely ételt eszek, és itt bizony van pár belőle. Már be is rendeltük a medvesört, és akkor mutatom, hogy a délutáni programunk a kőközszoros. Hát, ez valami gyötrelmes az a térkép. Tehát ennyi az egész? Annyi. Fú, na mindegy. Remélhetőleg nem tévedünk. Kihozták az első fogást, húsgombóz csorba. Levest mindenképpen akartam kérni, mert azt nagyon csípem. Na most tejföl értelmszem hozzá, és csípős paprika. Egy nagyon érdekes dolgot itt megtudtunk a pincértől, hogy a románok ezt nem belevágják ám, mint ahogy magyarok például a húslevesnél, hanem rágják hozzá. És tehát magyarul harapják. És kérdezem, hogy és a magyarok mit szólnak ez, mert ugye nálunk nem ez a divat. Szóval, hát most már az ide látom, mert a vendégek is ezt csinálják. Hát majd meglátom, nekem ez kicsit úgy félelmetesnek tűnik, de hát ha jó. Jól látszik, hogy emberes adag. Nagyon fontos, hogy a tejfölt nem szabad ám túlzásba vinni. Sokan annak örülnek, hogy hú, mennyit tejfölt kaptunk is, hogy ez milyen fasza, meg akkor milyen jól jártam, mert csak ennyi fizetek, és ennyi tejföl, és televágják a levest. Nem. Ugyanis, hogyha a csorbát tele rakják tejföllel, a tejfölnek nincsen semmilyen íze, az van íztelen, és elveszi az ízét a csorbára. Mondjuk ehhez képest az összes tikanalasztó. Akkor kóstolom. Maradok a beavatkozó sós változatnál. Hát, hogy ha ettől nem rohad szét a belem, akkor valószínűleg semmitől. Meg van, mikor a széke azt kérdezi a fiát, hogy mit főznek a kakasból? Pálinkát, édesanyja. A csorba tradicionális román étel, amit a székek is átvettek, és azt szokták mondani, hogy nincs két egyforma csorba. Tulajdonképpen mindent bele lehet pakolni, zöldségeket, húsokat, de inkább zöldségeket. Két fontos alapanyaga van, a lettyán, illetve valamilyen cibere, nem tudom pontosan, ettől lesz savanyú. Ezt úgy egyesztő szokták. Nagyon érdekes még a névnek az eredete, ugyanis ez török szó, mégpedig a török hadseregben a szakást hívták csorbacsinak, aki feltállalta az ételt. A leves különben emberes adag, akár még egy tál ételnek is megfelelne, de közben kihozták Lacinak is a... Mi ez? Pontosan? Valamilyen töltött csirkemell. És akkor tessék figyelni? Én azért nem adtam lejjebb, mint a puláger, én csak pulágernek hívom, de különben ez tejfölös brinzás puliszka, és erről majd egy kicsit később. Na, akkor következik a puliszka. Puliszka, kukoricakása, polenta néven az olaszok is ismerik, és egyébként ebben a formában még a dél-amerikai indiánok is készítik. 17. századi étel, és előjáróban annyit, hogy olyan, mint a pulha. Tehát az ember megeszi, telepuffasztja a gyomrát, és aztán utána pár óra múlva újra éhes. Reméljük, hogy ezzel most nem ez lesz. Már csak azért se, mert én a full extrást rendeltem, ez pedig nem más, mint a torockói puliszka. Mindjárt mutatom az összetételét. Tehát ebben azért sok minden van. Alul van ugye, ott talán jól lehet látni, ez az alap, ez a kukoricakása, és hát van rajta szalonnapörc, ez pedig brinza. Tehát az a jutúró tulajdonképpen, jusajt, és ezen kívül még televágták tejfőlel is. Én azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy ezzel nem lehet jól lakni, akkor az nem mond igazat. És igen, a lényeget még nem mondtam, hogy mitől torockói, attól, hogy hagyma is van rajta. Szóval úgy tényleg belevágtak mindent. Remélem, fincsi lesz. Adtam már egy kupac szalát Lacinak is, mert hát hiába nagy Erdélybe járó, de ő nem nagyon kóstolgatja az itteni kajákat. Na milyen? Teljesen jó, de a szalonna nagyon kell hozzá. Hát az nagyon kell hozzá. Egyébként erre érdemes figyelni másnak is, hogyha idejön, hogy szalonnapörzöt mindenképpen lennének hozzá, mert különben rohadtul íztelen. Sörrel viszont egyetlen nagyon nagy baj van, hogy meleg, de legalább medve. Most figyeljen mindenki, az ételmi trükközés hogy működik. Ugye láttuk az előbb, hogy milyen jól nézett ki. Kicsit megtúrtam itt. Innentől ebbe az irányba csak tejföl van, a pörc, a hagyma, meg a jutúró.
Tehát magyarul a drága részek, azok így csak a felét takarják. De kívülről meg úgy néz ki, mintha fasza lenne. Holott gyakorlatilag így fele mennyiséget kaptuk a feltétből. Laci járt jól igazán azzal a kis pamacsal, ugyanis neki úgy szedtem, hogy mindenből, úgyhogy az egy négyzetkilométer első pörcök száma nála sokkal több, mint nálam. A kilátás különben félelmetesen étvágygerjesztő, de semmi baj, mert itt a kajcsi. Laci, nevet kötekedésnek, de az mi az? Ezt kérlek szépen, banánlé. Banánlé? Hát és milyen színe van? Piros, mint a málnám. Mint ugye én nem ilyenre emlékeznék. És férfi ember mi az, hogy banánlét iszik? Hát ezt tessék megnézni. Azt tessék megnézni. Lehet látni jól, igaz? Ahogy pezseg. Jó, azért tegyük hozzá, hogy ő a sofőr. De megnyugtatásul közölte velem, hogy a banánon kívül még valami trópusi lófasz is van benne. Hát így már azért teljesen más. Az itt található templom, ez csak egy bizelika, tehát ez nem kolostor. Egy hadi emlékmű is van ott, látszik. Hát, hogyha belegondolunk, amennyi román itt van, ez a templom túl hamar nem fog elkopni. Az előbb ide jött a pincér. Finoman közölte, hogy ideje lenne már pengetni. Én csak annyit mondom, hogy ha hoz egy gitárt, akkor semmi akadálya nincsen. De mindegy, viccet véletére kihozták a számlát, 64 lej. Mindenki látta körülbelül, hogy mit ettünk. Én azt gondolom, árérték arányban, itt Romániában, ez nem annyira rossz. Egy adalék, hogy az úzzussör, a fél liter, meg ez a nyúlfnyarknyi ilyen körömlakszerű szirup, ez ugyan nagyiba került. Azt kell, hogy mondjam, hogy hülyére ettük magunkat. Viszont egyetlen egy feladat van még Torockon, ha már visszajöttünk, hogy a kobrakós matricát nem sikerült a csúcson kivigyeszteni, hát akkor kirakjuk itt a faluba. Mivel a kőköz szoros a cél, ezért stílusosan én azt gondolom, hogy ide a szalvontont mellé. Különben meg, hogyha megnézzük, akkor sehol máshol nincs is hely. Ilyen már teljesen úgy néz ki, mintha ez eredetileg gyárvég is rajta lett volna a táblán. Megcsináltuk a selfie fotót, és akkor ebben a másodpercben mutatom a délutáni programot. Tehát legurulunk ide Torockó gyertyányos alá. Itt kezdődik a kőköz szoros. Ez a természetvédelmi terület, tehát ami zölddel körbe van karikázva, és közötte megy át az út. Itt folyik át a Enyed patak. Látszik, hogy két nagy kör van, amit be lehet járni. Mi valószínűleg most a kisebbik kört fogjuk megcsinálni, de tovább nem megyek, a többit majd a helyszínen. Nem tudom, hogy el lehet-e olvasni Duna TV. És ez pedig nem más, mint a Dunaház. Annyit tudtuk meg a helybeliektől, hogy ez a Dunaház alapítvány az nem más, mint ezeket a tradicionális házakat ebből az alapítványból támogatják a felújításukat, karbantartásukat. Hát jó, jó, hogy támogatják a felújítást, de ehhez minek egy komplet házat fenntartani? Ez elég egy bankszámla. Na ja, tessék csak figyelni ott azt a hosszú egyenes vonulatot? Mutatom, mutatom, mutatom tovább, és ott! Ott van egy, mintha ketté vágták volna. Na, az a célunk. Torockó gyertyánoson vagyunk, és jól látszik, hogy a sziklák újra kezdenek nőni. Ebben a másodpercben pedig érkezünk is meg a célhoz. A kanyont, a szurdokot pedig úgy hívják, hogy kőköz szoros, íme. Besúvasztottuk oda az autót, fordulok körbe, tehát kőköz szoros. A sziklaszurdok alsó részét látjuk, a felső pedig itt van közvetlenül mögöttünk. A trükk az, hogy ott abban az irányban fogunk felmenni, de előtte van még itt egy ismertető tábla. Igazság szerint nem sok minden van rajta, egy dolog viszont félelmetesen látszik az, hogy ez már csak román, ugyanis átjöttünk a román régióba. Akkor most az következik, hogy gyakorlatilag szinte torony iránt felejtnek. Mindenki vegye szó szerint, ugyanis itt még az ösvényt is keresgélni kell, sőt, igazság szerint nincs is ösvény. Illetve az, hogy nincs is ösvény, az nem igaz, mert van, mégpedig tanösvény. Viszont ezen a tanösvényen a kutya se jár. De meg tudjuk mutatni, hogy mi a terv, ez talán már egy picivel részletesebb. Innen indultunk, igaz? Ezt itt nem tudjuk lefordítani, ez valamilyen barlang lesz, ez a bogzi erdő, ez a nagy bogzi csúcs, ez egyébként a legmagasabb pontja a túrának, és akkor itt lehet tovább jönni. Most azon gondolkozok, hogy ez a kis bogzi csúcs, szerintem ez a
a kiskő, szerintem a kőközi kis hegy, tehát ez megint fixen meg lesz, és akkor utána pedig vissza lehet itt jönni. Na majd meglátjuk, hogy sikerül. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy ha már a MOL támogatta, minimum egy magyar nyelvű is elfért volna itt. A körtúra a piros pötyi, ami egyelőre még egészen faszául látszik mindenhol, de azt már most mondom, hogy lesz ez még így se. Kell küzdeni, az ténykérdés, de az, hogy itt a halál se jár, annak megvan ám az oka. A székelykövet ugyanis már most az első szakaszában kenderbe veri. Már ami a meredekségi szöget illeti. Alig 5 percet sem gyalogoltunk, de olyan a meredekség, hogy az ormandulán már most beleszinkronizált. A kilátás természetesen fasza, de muszáj volt megállnunk egy kicsit pihenni, és Bihargó úgy döntött, hogy a pötyi mellett együnk egy kis kekszet. Hát, aki értette, az értette. Elég, hogyha mi értettük. Itt van mehetünk a Bogzi fal, úgy hívják, a csúcsa Bogzi. Bogzi Máre, azt nem az volt írva. És ami jól látszik, hogy szinte teljesen függőleges. Ezért sziklamászó paradicsom értelemszerűen, olyannyira, hogy itt állítólag hegymászó versenyeket is szoktak rendezni, sőt, a szalvamontosok kiképző telepe is ez, de különben nem csak ez, hanem még majd a kisbogzi csúcs, majd azt is fogjuk mutatni, egy picit rendebb van. És akkor rögtön egy szomorú esemény ezzel kapcsolatban. Tavaly egy magyar hegymászó itt lezuhant, szörnyet halt 40 métert. Úgyhogy azért óvatosan, hiába szaktudás, hegyek azért tartogattak problémákat. Muszáj a cipőfűzőt keményebben meghúzni, ugyanis olyan terep jön, ahol még ez így gyenge lesz. A terepviszonyok ugyanis változnak, mostantól kőfolyásokon kell menni. Ami sajnos még a meredekségtől is rosszabb. De mi a kettőt együtt kapjuk, mármint hogy a kőfolyást is a meredekséget, csak azért, hogy még élvezetesebb legyen a túra. Bihargó frappánsan meg is jegyezte, hogy világos, hogy világos. Én közben mutatom, itt alattunk a fasza kőfolyást. Néhány szót magáról a kanyonról. Úgy hívják, hogy Kéle Valisoára, azaz gyertyános szoros, hogyha a románból fordítjuk le. A magyar név kicsit találóbb, Enyed szorosnak hívják. A nevét pedig a szorost áttörő folyóról, patakocskáról kapta, az Enyed patakról. Természetesen a legtalálóbb továbbra is a kőköz szoros, ez pedig a helyiek, helyi magyarok elnevezése. Feljutni egyik oldalról sem különösebben könnyű. Valójában talán azt lehet mondani, hogy ez a nehezebbik oldal. Pontosan azért jövünk itt fel, mert a túl a legvégére nem igazán akartuk hagyni a lazább részt, mert akkor itt kellett volna lefelé szopni. Az, hogy mennyire a kövek között vagyunk, az nem csak a törmelékre igaz, hanem bizony ezekre a brutális sziklafalakra is, itt fölöttem legalább, van vagy 300 méter, a nagy bogzi csúcsnál meg lehet, hogy még akár több is. Már körvonalazunk is az egyik állomásunk, ott fent, amit tavaly nem vettünk észre. Most azon gondolkozok, hogy ha ezt tényleg nem vettük tavaly észre, akkor lehet, hogy el kell mennem szemorvos vizsgálatra. Hát ez brutálisan jó. Akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor tartsunk egy ingatlan bemutatót. Miket látunk itt? Egy normális ingatlanban mi az, ami szükséges? Hát először is kellenek székek, asztalok. Ez rendben van. Ott arra lefelé, arra van a pincehelység, ott van bent a hálószoba, ez pedig itt a nappali. Különben érdemes megnézni, hogy akár még a sátrat is le lehetne tenni. És egy első osztályi ingatlannál mi az, ami a legfontosabb? Természetesen a panorámás ablak, és az is megvan. Tessék megnézni, hogy mi látszik. Hát egyelőre a központi fűtés még keresem, de szerintem az is meg lesz. Megmondom őszintén, erre nem számítottunk, úgyhogy fejlámpát nem hoztam, azért ide bejövök ebbe az üregbe. Úgy tűnik, hogy ujj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  Hát úgy tűnik, hogy ennyi. Egy fantasztikus fotót csinálok majd így, Laci beállt a keretbe, és ott érdemes megnézni, hogy ráélesített a kamera a külső részre. Fantasztikus! És hogyha figyelni ezeket a növényeket? Ennyire a barlang szájától. Sok fényt nem kaphatnak.
és mégis megél. Természet tudámcsodákat produkálni. A szurdok áttörés különben a toroszkori medencét köti össze az enyedi lapossal. Most jön az erdei szakasz, ami a Bogzi csúcsot megkerüli. Ugyan a szopatós mintent, csak nem látszik. A napnyugat felől nagyon éles szögben pislákolt, de fantasztikus hangulatot csinál az egésznek. Ide értünk az állatvilágot ismertető táblához, ami jól látszik, hogy medve nincs. Hogy hívják a nagyot halló medvét? Maci! Azért az, hogy egyáltalán nincs medve, az így ebben a formában nem igaz. Végül is az étteremben is volt. Igaz, hogy a sör volt, de akkor is medve. Átjöttünk egy közbülső hágon, és így most a hegyoldalban cikcakkozunk. Lassan érünk a csúcsra. Puliszka látványosan apad lefelé. Mert ugye van az a székely mondás, hogy aki puliszkát evett, az lábújhegyen menjen az ágyba, nehogy közben megéhezzen. Mert ennyire nem laktató. Gyakorlatilag már ki is ment. Felértünk a csúcsra, két dolgot szerették közölni. Az egyik, hogy ott van az a két fazon, akik már megfigyeltük, hogy folyamatosan követnek minket, és ráadásul az egyik még pofátlanul utánozza is Lacit. Tessék csak megnézni. Hogy ezek kik lehetnek? Na mindegy, amit viszont mutatni akartam, hogy oda tessenek lenézni. Mindjárt ráközelítek. Ott van ugyanis, ahonnan indultunk, a gépjármű, a fehér, csak azért, hogy mindenki biztos legyen benne. Nos kérem szépen, hány méter lehet ez? Egy olyan, hát közel 400 méter szint. Egy visszafordulással mutatom a toroszkói medencét, de most nem részletezem, hogy mit látunk, ugyanis megyünk ettől még feljebb is. Igaz, hogy már nem túl sokat megyünk fel, de hát akkor már, ha itt van a tető, akkor adjuk meg a módját. Ha valaki itt kóvályog és már végképp nem talál csúcsot, a románok gondoskodtak róla, hogy még véletlenül se tévessz el. Rozsdamentes. Az örökké valóságnak. Onnan lehet tudni, hogy melyik az ortodox kereszt, hogy a végén vannak ilyen kis, mit mondtál? Cicovák. Így a végén a keresztnek vannak ilyen, igen, tehát ezek még a keresztet is díszítik. Nem jó csak úgy magába, az olyan snasz. Még azt is cicomázni kell. Itt van a felirat, különben 2003-ban csinálták a beszéglazival, azért nagy lenne, ide ragasztanánk egy kobrakos maticát. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólnának. Ahogy Laci az előbb megjegyezte, inkább kereszteket rakjanak, mint vörös csillagokat, mert az is divat volt itt errefelé. Én nem tartom helytelennek azt, hogy ezekre a csúcsokra kereszteket tesznek. Hát tehát a csúcs tetején azért legyen valami, nem csak az üres sziklaorom. Na, akkor most lessünk megint be, ugyanaz, mint az előbb, azzal a különbséggel, hogy most azért egy kicsikét jobban körbe tudok fordulni. Tehát, toroszkói medence, és akkor nézzük először, hogy mit látunk. A falvakat. Ott leghátul éppen kitűnik a homályban, az nem más, mint Toroszkó Szent György, az alsó magyar falu, ami persze nem igaz, ugyanis itt van egy mini vízválasztó, Toroszkó Szent Györgynél, illetve talán így, abból a völgyből, onnan a vedellő tövéből lefut a két patak, a Havas meg a Szilas, Toroszkó Szent Györgynél ketté fordul, az egyik ebbe az irányba folyik, a másik pedig abba az irányba. Ez csak azért érdekes, mert amelyik ebbe az irányba folyik, az közvetlenül a Marosba megy, amelyik meg a másik irányba folyik, az pedig az Aranyosba. De ugyanaz a vízgyűjtő, mert utána az Aranyos arra körbe szépen belefolyik a Marosba. Laci azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy követhető volt. Na mindegy, én elmondtam, mert egyébként ez földrajzilag tényleg így. A magyar időkben különben ez a szoros volt Torda vármegye határa. Egy picit lejjebb sétálok, mondjuk nem tudom, hogy miért, mert itt lentebb is szinte ugyanaz látszik. Mondom még a másik két falut. Ez itt Gyert János, itt van egy ív. Az útban ez jól látszik, és ott egész hátul szerintem már csak a szürkületben látszik, az pedig Bedellő. A román nevet most nem tudom, de ezek román falvak. És akkor megmutatom az utolsó érdekességet, ami még innen látszik. Toroszkó Szent György megvan, igaz? Na akkor húzom a kamerát balra. Az abban, hogy én nem nagyon látom így. Próbálok ráközelíteni. Ott. Ott van az a kúphegy, és a fölött látszik a Toroszkó Szent Györgyi vár a kúp tetején. Hát eléggé remeg a kezem, meg nagyon nagy a félhomály, de a romos várat szerintem egészen jól látni. Na, hát elég messze van innen, azt elmondom, hogy az program lett volna ma, de hát nyilvánvalóan ma már nem fér bele. A nap igencsak alacsony pályájár, és mi még nem végeztünk a kőközi szorossal, de még egyszer mondom, nem fog kimaradni. Egy pillanatra még kiegyensúlyozok ide, most az érdekes, hogy valójában közvetlenül ide a
hegyszoros alá nem látni be, pedig jó, hogyha mindenki tudja, hogy itt van alattunk ez a, amit alulról mutattam, ez a nagyon egyenes merőleges sziklafal. Kiegyensúlyoztunk tavaly oda, onnan se látni, de az viszont már az életveszély kategória. Még egy adalék a medvés dolgokhoz itt Erdélybe. Azt azért jó, hogyha mindenki tudja, és most nem poénkodok, hogy medve azért mindenhol van. Nyilván a Kárpát-koszorúban, illetve Székelyföldön a legtöbb, de mindenhol. Persze az egész dolog egy kicsit túl van biflázva, Székelyföldet most vegyük ki, hanem általánosságban, ahol medvék vannak. Szlovákiában is viszonylag sok medve van, de azért annyira mégse. Nagyon érdekes, hogy az internet tele van ilyen medvés rémtörténetekkel, és egy dologra azért felhívnám ezzel kapcsolatban a figyelmet. Azok, akik nem találkoznak medvével, azok nem írkálják ki az interneten azt, hogy hú, megint túrázgattam, már megint nem találkoztam medvével. Nem írja ki minden nap. Csak azok a történetek vannak fent, akik találkoztak medvével. Vagy akik csak kitalálták, hogy találkoztak medvével. Úgyhogy ezek a számok, ezek a statisztikák korán sem azok, amiknek látszanak. Miközben sétálunk lefelé, és akkor majd nyílik a kilátás a kanyonnak a déli kijárata felé. Elmondok egy tuti tippet, hogy mi az, ami használ a medve ellen. A Shy Guys CD. Attól garantáltan menekül, mégpedig fejveszve. Most egy kis betekintést látunk a völgykatlanba, mert ez tulajdonképpen egy völgykatlan, és úgy kell elképzelni a kőkösszorost, hogy ez egy négy bástyából álló várszerűség, olyas, mint a Diósgyőri vár, hogyha valaki látta már, és középen van egy ilyen katlan. Na most letudtuk az első bástyát, most itt végig megyünk, de nem a hegytetőn, hanem ott a sziklák alatt, és utána azon a kopár placon végig, kimegyünk a kis Bogzi csúcsra, azaz a kőközi kis hegyre. Itt meg kell még említenem, hogy a román túrabeszámolókba a Bogzi csúcsot nem ezt a kettőt jelölik, hanem ott majd mindjárt egy pillanatra kisandikálok. Ott az a nagy szikla, az. Elnézést, megállok. Ott az a nagy szikla, ami alatt majd el fogunk menni. Na, azt mutatják Bogzi csúcsnak. Nem igazán tudom különben, hogy ennek mennyire van jelentősége, mert ez a tanösvény is Bogzi csúcsnak ezt a másik kettőt mutatja. A Bogzit mi Bogjának véljük fordítani, és hogyha most megnézzük a különböző hegyek formáit, alakzatait, akkor akár még stimmelhet is. Arról a szikráról nagyon jó kilátás van, én láttam filmet onnan, románok egyensúlyoztak ott, és arra befelé teljesen olyan az egész kanyon, mint ha az Alpokban lenne az ember. Akik esetleg úgy döntenek, hogy lekövetnek minket, azoknak mondom, hogy ezen a ponton kell nagyon figyelni. Itt szúrtuk el ugyanis tavaly, lementünk arra a völgyön, mert valahogy az volt a logikus, és különben most is az a logikus, hogy a hegy alatt elmenjünk. De ez a másik irány, ez teljesen értetetlen, én nem gondolnám, hogy erre kell menni. Hát a cél az a nyereg ott. Nagyon úgy néz ki, hogy megint beszopjuk a tavalyi fiaskót. Ugyanúgy megyünk lefelé, és egyelőre semmi kiágazás. Tavalytól annyi változás van, hogy most mégiscsak van jelzés, viszont teljes egészében lejtmenetben megyünk. Na megvan a Ludas Matyi. Piros jelzés. Ugye a logika azt mutatja, hogy arra megy tovább, mert egyfolytában lejtmenetben jöttünk. És akkor most tessenek figyelni? Ott, ahol Laci áll, ott van a fán. Tehát úgy tűnik, hogy mégiscsak megvan, de ehhez az kellett, hogy tavaly beszopjunk. Hosszú látványtalan erdei szakasz után sikerült kiérnünk egy ilyen tisztásszerűségre, és nyílik a szikla, ahol voltunk. Az pedig nem más, mint az, és a nagy csúcs pedig itt van, itt jöttünk alatta. Na innen már enged egy kis belátást egész a kanyon aljába is. Ott az út. Ami itt mellettünk balra ijeszt be, ezt hívják enyed sziklának, de lesz még erre jobb kilátás is nem sokára. Minimális kilátás most már van a Torockói-hegység déli részére. Megmondom őszintén, ez a körút nem volt jó választás. A tavalyi szopatós zsákutcánk sokkal látványosabb volt. Ha nem lenne ennyire késő, bizony Isten visszafordulnék és megcsinálnám azt,
Ugyanis eltéved is ide, eltéved is oda. Ha itt a kamera, akkor első a látványosság. És nem feltétlenül az idő, hogy minél hamarabb odaérjünk egy-egy pontra. A kis bogvicsúcs természetesen majd hozza a formáját, úgyhogy akkor majd most tessenek figyelni. Íme! A teljes kanyon áttörés fog innen látszani, és amin elsőre mindenkinek nyilván megakad a szeme, az nem más, mint a Castel Tempel Cavalier. Remélem, jól tudtam kimondani. Tehát egy várkastély, ami mielőtt bárki megijedne, ez csak egy remake, egy gyenge utánzat, egy ilyen kastély, egy ilyen gicskastély. Tavaly Biargó talán ezt mondta rá, ez a legjobb szó. Akkor elsőre megmutatom azt, hogy honnan indultunk, nem pont onnan, de a lényeg az, hogy ott voltunk fent. Ott van fönt ez a kereszt. Nem tudom, hogy látszik-e, az a nagy ortodox kereszt. És akkor elindultunk azon a hegyháton végig. Tavaly különben lejöttünk egészen oda, ahol van az a bokros rész, az a... Hát ott látszik. De még onnan sincsen jó belátás, hiába van alatta az a függőleges sziklafal. Ezért most ezt ki is hagytuk, és elindultunk tovább arra. Egészen jutottunk oda, addig a nyakig. És akkor itt volt az a rész, ahol mondtam, hogy akkor be lehet szívni. Azért, mert elindulott lefelé a sárga jelzés. És tavaly az történt, hogy szépen lejutottunk a leges legaljába oda, ahol most döcölészik az autó, és akkor onnan egy ilyen feltáró úton jöttünk fel ide. Igen ám, de ez a úgymond szívás, tehát ez az ég, le is fel, ugye szintben mindenképpen szívás, ez sokkal látványosabb, mert végig látszanak a sziklák minden irányba. Most viszont megtaláltuk a helyes utat, ott végig az erdő alatt, ott a sziklák alatt végigmentünk, és mivel olyan sűrű az erdő, hogy se a fölöttünk evő sziklákat, se az alattunk evő katlan nem láttuk, ezért gyakorlatilag egy látványtalan semmi volt az egész, a végén pedig megérkeztünk ugyanoda. Akkor lesincsünk be Bihargó előtt, feje fölött, így ide a kanyonba. Véglátszik az út, az áttörés, az Enyed patak áttörése, és jól látszanak ezek a hatalmas sziklafalak. A kanyon különben nagyjából egy olyan 2 km hosszú lehet, a nettó része, és ott abban a pillanatban már ki is megy a hát ilyen lapályos területre, ott a Torockó hegység még oldalról letörik, ott pedig hátrafelé már Nagy Enyed látható a fél homályban. Mivel ez egy nagyon látványos sziklalakzat, ezért értelemszerűen egészen messziről látszik, és innen is nagyon messzire el lehet látni, tiszta időben. Tehát most Nagy Enyedet éppen hogy csak látjuk, de tiszta időben akár a fogarasi havasok is látszik arra felé. Orbán Balázs, ezt a nevet már említettem, akik kicsit jártasak Erdélyben, azok tudják, hogy nagy erdélykutató volt, és a 1800-as évek közepén szinte az egész ilyen fontosabb természeti látványosságot összefoglalta egy műben, és ez még most is egészen jó alap. Nos, Orbán Balázs azt írja a könyvében, hogy ezek itt kárpáti mészkövek, és hogy attól színesek, mert nem homogének. Hát, megmondom őszintén, hogy nagy geológiai tudás nem kell hozzá, de ténykérdés, hogy így van. Akkor tegyünk említést a szembe levő sziklabástyáról, úgy hívják, hogy Enyedi szikla, és már kétszer beijesztett az előbb. Van ám román neve is, azt hiszem talán, hogy Hecideu, vagy valami ilyesmi, vagy Fellegvár. Most ez azért nagyon érdekes, mert itt vár sose volt. Ők viszont azt állítják, hogy 18. századi dokumentumok vannak róla, hogy ott bizony erődítmény állt. Na most ugyan már, hát a 18. század annyira régen nem volt. Tehát ha ott tényleg állt volna valami, akkor azért valami nyomának csak kell lenni, és a helyi lakosságnak is kellene róla tudni. Nem igaz? Minimum. Újra végignézünk akkor a völgykatlanon, de most csak azért, hogy megmutassam, hogy milyen jó zoomol a kamerá még ilyen szar időben is. Tessék csak ott figyelni? Ott azt, az Volkswagen Passat GTI. Az a gépjárműünk. Oda kell ma még eljutni, és hát ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy itt a sziklaletörésen szépen ott lesétálunk, és ott a várkastély mellett lemegyünk, és ott van az ócska zakkant kemping, azt is útba ejtjük, és utána kisétálunk az úton. Mondjuk nem egy bonyolult feladat, de azért a lejtmenet az meg lesz. A levezető út viszont fantasztikusan látványos, ezt már most előre közlöm.
több kilátópont van, amit itt erkélyeknek neveznek, és hát nagyjából ugyanaz látszik, mint az előbb fentről, de azért mégsem. Mindjárt mutatom. Akik mondjuk ezen az ösvényen jönnek felfelé, azoknak szépen lassan, fokozatosan adagolja a látványt. A kőközi bércasadék 20 hektárnyi terület, és négyes számú román, botanikai és geológiai rezerváció. Ha senki ne kérdezze, hogy ez pontosan mit jelent, de legalább védelem alatt áll. Biharga az előbb megjegyezte, jól hangzik. Lassan közeledünk a várkastélyhoz, amit hogyha magyarra le akarunk fordítani, azok templomos lovagok kastélya, igaz? Körülbelül valami ilyesmi. De fantasztikusan néz ki ez a sziklaletörés. Muszáj vagyunk kilépni, úgy menekülünk a sötétség elől, mint patkány a süllyedő hajóról. Persze ez rohadtul fárasztó, azért tegyük hozzá. Nem volt jó ötlet. Ugyanannyit bukunk azzal, hogy most le kellett guggolni, fújni. Hát egy biztos, földönfutó nem szeretnék lenni. A sovany malac vágta, megtette azért a hatását. Egyre lejjebb kerülünk, és tulajdonképpen már csak egy szikla van hátra, amit még meg kell nézni. Annyi ilyen szemétszúrós bokor van itt, hogy Bokros Lajos már az előbb kikérte magának. Az amfiteátrum kőgalériái elég szépen borulnak már sötétbe. A kamera persze nem mutatja, mert egy picit kompenzál, viszont az őszínei is remekül látszanak. A kis kiugró szikla remek helyen van, mindkét oldalra, fasz a kilátás van. Igen, tagoltak itt a sziklák. Nem lehet, hogy Szent László is járt itt? Nagyon olyan patkónyomoknak néznek ki. Na itt van egy fasz a kis ülőke, szerintem telepedjünk. És hogyha már ilyen faszául kiültünk ide, akkor most egy kis építészeti elemzés következik, mégpedig nem másról, mint a Castul Temple Cavaliorról, ami itt van előttünk. Fentről egész jól mutatott, de ahogy közeledünk, egyre több építészeti furcsaságot vélünk felfedezni, tessék csak ott középen nézni ezt az elválasztót. Az olyan, mintha ugye a kettőt úgy elkezdték volna két oldalról építeni, nem? És nem stimmelne, igaz? Nem, mintha rosszul ért volna össze. Mint a nyugati téli felüljárás. Körülbelül ugyanez, és hát azt ilyen érdekes áthidaló módon oldották meg. Tessék csak megnézni a tetőablakokat, a háromszög tetőablakokat. Ezen az oldalon nagyobbak, és oda hármat raktak, de a másik oldalra meg négyet vigyeztetett, nem jött ki a toldásnál, tehát az ott úgy belelóg. Tehát ezek a finom formák így innen fentről jól látszanak. Azért azt sem semmi, tehát ott a tetővonal. Tehát a jobb oldali még úgy, hogy sikeredett is egyenesre, de a bal oldali... Jó van, szerintem ezzel most már ne utassuk a nézőket. Annyit még el kell mondanom a helyen kapcsolatban, hogy itt valóban volt valamikor vár, és ez valami, annak valami remake-je akar lenni. Állítólag a román tulaj, aki nem olyan régen csinálta ezt, tehát ez pár éve van itt, ő lekoppintott valami 600 évvel ezelőtti várkastélyt, ami feletébe érdekes, mert abban az időszakban pont nem volt itt semmi. A római korból van valami említés, valami kasztrumról, illetve később az osztrák-magyar monarchiának volt itt valami kiképző bázisa, laktanyája egészen 1918-ig, amikor a románok bevonultak, és aztán ők is használták itt, csak ők eléggé lepusztították, majd a második világháború után ők is valami lőszerraktárnak használták, később aztán teljesen eltűnt. És most ez van helyette. Érdekesek még különben maguk a kőzetek, most egy pillanatra mutatjuk, hogy az erózió. Nyújtsak be! Tehát, hogy így gyakorlatilag át lehet nyúlni. Ezek is valami, én arra tippelek, hogy ezeket az első, a csapadék oldotta ki, nem? Nagyon valószínűleg. De egyébként úgy néz ki, mintha galamb szarta volna le. De hát ennyi galamb nincs a környéken. A Castelul ötcsillagos szálloda, tudjon róla mindenki. Még egy kis miniszikla következik, akkor oda is kinézünk. Kezdünk leérni különben szintre. És akkor talán meg tudom mutatni, hogy Bogzi csúcs, a kicsi, és itt van mellette a fellegvár, az az enyed szikla, végig a hatalmas sziklafal, ott a harmadik bástya, és ott a negyedik bástya. Ugye a Diósgyőri vár, hogyha körbefordulunk. Laci, azt mondta, elemezzük már tovább akkor a kastélyt. Én azt mondom, hogy most már talán nem, mert egyre sötétebb van, és még le is kéne érnünk. Vagyunk annyiban, hogy én még mindig azt mondom, hogy ez a kastély, itt, ebben a formában, most akár fapados, akár gagyi, akár nem, még mindig jobban ideillik, mint hogyha egy négy emeletes nagy kockaszállodát építettek volna oda, vagy egy wellness hotelt. Akkor lekocogjuk még a maradékot. A kastély arany margaréta díjas.
Laci röhög, pedig pont azt akartam tőle kérdezni, mert ugye nem tudja senki, de ő a szállodaiparban dolgozik, mint utolsó senki. De mondom, megkérdezem tőle, hogy hát, ha tudja, hogy mi az az arany margaréta díj. Úgy ráncigálja a fejét így, hogy majd kitörik. Valahogy ez volt a sejtésem. Na ebben a pillanatban cuppantunk le a kastélykertbe. A kastélykertet azt idézőjelbe kell érteni, mert nincs kastélykert. Viszont innen igen jól látni, hogy nem egy kis épületről van ám szó. Miután mindennek lehordtuk, még azt se kizárt, hogy akkor bemegyünk. Bepofátlankodunk egy-két felvétel erejéig. Nem tudom, hogy be fognak-e engedni. Ha más nem, legfeljebb kérünk valamit. Különben elég középkorú szerűen van megcsinálva, tehát az anyagok, itt az ágyú, és hát ott vannak a bástyák is, és a várfal. Azért nem mondanám, hogy annyira rossz, csak hát például érdemes megnézni azok a betonvasak ott. Tehát az a rész, az nagyon tájidegen. Beimitáltak egy fotó erejéig. Hú, ez igen. Új, olyan bácsit felkapcsolták. Tessék csak figyelni, ki fogad? A portás. Íme a személyzet. A lovagi terem, impozáns, ott van hátul egy ilyen, sőt nem is egy, hanem rögtön kettő páncél. Ezt megnézzük. Bádog. Ez se rossz, az ilyenben harcolni. Lacit rá akartam venni, hogy öltözzön be, de egyelőre nem kapatóra. Idáig még rendben volt, meg volt a középkori hangulat. Ott van tessék, a plazma tévé. És alatta az erősítő, meg ami ehhez hozzátartozik. Na most komolyan mondom, a mai ember az úgy megy vissza a középkorba, hogy az összes mai kornak a szolgáltatásai, plazma tévé, jacuzzi, úszómedence, az meglegyen. Baldahinosány meg plazma tévé együtt. Hát mit mondjak, az egész így kívül úgy néz ki, mint egy kísértett kastély, és való igaz, hogy senki az égvilágon nem volt bent. Nincsen szálló vendég, egy darab sem most, és akkor azt mondták itt, hogy holnap viszont fullon lesz. 200 fős. Ez a rész nincs teljesen kész, azt mondja, a vihargó ez épül már vagy 10 éve. De hatalmas építmény, az egyszer ténykérdés. Ide közben Rex felügyel is a nyungba szegődött, illetve inkább azt mondanám, hogy mutatja az utat. Azért megkérdezte a végén a kis csaj, hogy akarunk esetleg egy szobát, 5500 forint lett volna. Egyébként ez egyáltalán nem sok, Biargó. Nálatok mennyi? 32000 plusz idegenforgalmi adó. Na igen, egy hajdúszoboszlói wellness szálloda. Tessék összehasonlítani. Castle Temple Cavalier, igazi középkori vár, tessék csak figyelni. Nincs kivilágítva, mint a középkorban. Miközben a félhomályban mutatom a kőközszorosról még talán kirajzolódó sziklafalakat, íme a focipálya. Látszik, hogy nem Magyarországon vagyunk, ott azért nem teljesen így néz neki. Tartozik hozzá viszont egy kemping, milyen jó kis bungalók vannak körbe, és még az áram is be van vezetve. A Cavalier színvonalát szerintem nem éri el, de közelít. Itt garantáltan ingyen lehet aludni, és egyébként még ágy is van. Félelmetes azért ez a nagy bogzicsúcs így a félhomályban, mi? Aha. Olyan, mintha rá akarna dőlni az emberre. Egy utolsó információ, még talán addig, amíg látszik valami, hogy ami körutat mi most körbeálltunk, ez a jobb oldali körút volt, és van a bal oldali körút is, az nagyobb, és ezeket a sziklákat, és nem csak ezeket, hanem amik mögötte vannak, azokat is érinti. Mindenre nincs idő, ez is több volt már, mint ami kellett. Este 3:48 van, és érkezünk az autóhoz. Előjött a hold. Hideg éjszakánk lesz. Rextől elbúcsúztunk. A következő a helyzet. Helyszínt váltunk. Kb. 50 km a Remete sziklabirodalom bejárata. A holnapi túránk majd ott kezdődik, de előtte viszont nézzünk egy kis időjárás jelentést. Nem tudom, hogy mennyire olvasható. Péntek helyenként felhős. Szombat vasárnap mind ugyanaz, és az éjszakai hőmérséklet az érdekesek. Most 8, 7 és 7 fok lesz. Ami ott a sziklák között, akár még mínusz is lehet. Megvan a táborhely, tartjuk a terepszemlét. Kutaskapu sziklaszorosban vagyunk. A sátor áll, a tűz ég,
A töltött káposzta pedig rotyog. Helyzet van, itt van valahol a róka. Az előbb nagy csörömpölés onnan, és valamit áll, itt van még, takarodj! Húzz el innen! Meg kéne valamivel dobni. A legenda szerint a székelykövet, aki megmászta, az megtalálja élete értelmét. Most mi többször is megmásztuk már, eddig még nem találtuk, megkeressük, de visszajövünk, érdemes. Még egy dolog, az egyik kommentelő egyszer azt írta, hogy ezekből a filmekből az élet üzen. Nos hát akkor innen üzenem, hogy élünk, és holnap folytatjuk.